everybody. Welcome to Szombathely, Hungary. This is the Basketball Champions League Round of 16, Group L. And so great atmosphere once again here in Hungary. And Szombathely, one of the real hotbeds of basketball. Vizkett Zsolt vagyok, 1989 óta Falkó szurkoló, 89-ben kezdődött ez a szerelem részemről. A Haladás sportcsarnokban, ami most már meg sincs. Pár fiatal, inkább saját maga szórakoztatására, pici kis dobokkal, kis sipokkal próbált hangulatot teremteni, de nem ott alakult ki igazából az igazi szurkolótábor, és utána költöztünk idebe, ebbe a szentélybe, ami én még mindig azt mondom, hogy nekem ez a szerelem, és én mindig azt mondom, hogy itt voltak a legeslegnagyobb hangulatú mérkőzések. Most gondoljatok, mikor 1800 néző ide bezsúfolódik, és tényleg poklot csinált. Fel volt állítva 4 raklap. Ezt a 4 raklapot mi leraktuk, hát mégis legyen valami kis emelvény, amin szurkolunk. Jött 8-10 nagykörös, ilyen 50-60 év körüli, igazán rutinos, vérbeli nagykörösi szurkolók. Ekkor már olyan 15-en, 20-an nem szurkoltunk, csak úgy az alapvonal mögött álltunk, néztük a mérkőzéseket. Tulajdonképpen mi barátok voltunk, nem csak itt jöttünk össze, hanem a mérkőzéseken kívül elmentünk kajálni, bulisztunk, iszogattunk, tényleg nagyon jó kis csapat alakult ki. És akkor valaki úgy megsukta, hogy hát ha ezek szurkolnak, akkor kezdjünk el mi is szurkolni. Felvettük velük a versenyt, a mérkőzés végére már elég jó kis hangpárbaj alakult ki, annak ellenére, hogy sokunk először mondhatta magát igazi kiabáló szurkolónak. Megtelt a rangadóra a sugárúti sportcsarnok. Érthető volt a nagy érdeklődés, hiszen két jó formában lévő a bajnokságban még veretlen csapat mérte össze tudását a forduló záró mérkőzésén. A csapat stabil tagjai a két válogatott, Kálmán és Pankár játéka mellett sokszor verődtek össze a tenyerek egy-egy látványos dénes és sallai megmozdulás után is. Többen lettünk, 25-en lettünk, 30-an, egyre jobban kinőttük azt a 4 lerakott raklapot. Szereztünk dobot is. A fenti galériát azt később építették hozzá, nekünk az lett utána a törzshelyünk, azt elfoglaltuk. Volt olyan, hogy az egész rész tulajdonképpen béközép volt, és szurkolt mindenki. Ott fönt van két ajtó, azt neveztük mi művészbejárónak, mert lent a Gyula bácsinak a kocsmájába iszogatás után, egy 10 percen a mérkőzés előtt, Gyula bácsi feljött, kinyitotta, és a művészbejárón mindenki beözöllött. Az biztos, hogy ebből a kis csarnokból és abból a 4 lerakott raklapból elindulva magyar csapatként először, lehet, hogy utoljára, mert sok csapat csak szeretne oda jutni, ahol mi is mi vagyunk, mert eljutottunk a BL nagy színpadjára így közösen, és ezért büszkék lehetünk. Általános iskolában volt egy nagyon jó barátom, akivel a mai napig baráti kapcsolatot ápolunk, és a jelenlegi szurkolótáborunknak, az USB-nek ugyanúgy a tagja. 14 éves koromban kihozott egy Falkó mérkőzésre, annyira megtetszett a hangulat és maga a közeg, a társaság, hogy onnantól kezdve egy szerelem lett. Onnantól kezdve nem hagytunk ki mérkőzést, eljártunk mindenhova idegenben, amerre el tudtunk menni. Egyre többen lettünk fiatalok. Annak idején mi voltunk a fiatalok. A Vizkett Zsoltiék vitték a prímet, ők voltak a,
a vezérszurkolók, ők voltak a nagyok, mi rájuk néztünk föl, velük utaztunk, velük mentünk bárhova idegenbe. Tehetek voltak az évek, de hogy ezt látható is, hogy a csapat is kinőtte a csarnokot, a szurkolók is kinőtték a csarnokot, úgyhogy átköltöztünk ide az arénába. Mondhatom azt, hogy rá több évre átvettem a Zsoltitól a stafétát. Évről évre, ahogy fejlődik ez a klub, szemmel láthatólag, mind eredményben, mind mindenhogyan látható, ezért a szurkolóknak is muszáj velük tartani a lépést, mert próbálunk mindent megtenni, hogy ott legyünk a csapat, mögött, hogy érezzük, hogy tényleg mi vagyunk a hatodik ember a pályán. Well, hello everybody and welcome to the Savario Arena here in Szombathely, and as is the tradition, the confetti thrown up into the air after the opening tip. Sok helyi van a csapatban. Mondhatnám a Perzolit, mondhatnám a Váradi Benit. Velük szinte olyan a kapcsolat, hogy tényleg bármikor megállhatsz vele az utcán beszélgetni. Elmondhatjuk azt, hogy a válogatottnak szinte az öme a sárga-fekete mezben játszik, ami számunkra külön nagy öröm, hogy egy Benke Szili, egy Goloman Gyuri, egy Keller Ákos, egy Csomogyi Ádám, a fiatalabban ott van például a Kovács Beni. Nekünk jelenleg most ők is szombathelyiek. Bodorko Sándor, kertész vagyok, 25 évvel a Farkó szurkolója. Minden vidéki meccsekre megyünk, én vagyok a zászlóvívőjük és a trombitásuk. A házam házszáma is 11-es sárga-fekete, a kocsimnak összes kereke sárga-fekete feln is, hogy tudja mindenki, hogy Falkó szurkoló vagyok, nem csak Szombathelyen, hanem a megyében is, ha járok. A Falkó nekem a mindenem, úgyhogy vele kellek, vele élek. Feleségem is drukkol mindig, mikor meccsre jövök. A Falkó legnagyobb sikere a Bajnokok Ligája 16-os csapata közé kerülés volt. Ilyen a Falkó életében, a város életében, a Vas megye életében, de az egész magyar kosárlabda történetében még nem volt. Nagyon büszkék vagyunk a csapatra. Zoli, mikor balesetet szenvedett Sopronból, mikor jött 12 évvel ezelőtt decemberben edzésre, sajnos halálos baleset érte. Két éven keresztül jártam arra, mondom, elhatároztam, hogy kertész léptem le, azért nem lehet ezt így hagyni. Megbeszéltük a szülőkkel, hogy amíg élek, ezt a síremléket, de emlékhelyet folyamatosan tiszteletbe tartom és kezelem. Ősszel árvácskával, tavasszal meg egy nyár világokkal ültetem be, úgyhogy van, amikor hetente 70 liter vizet szállítok a helyszínre, hogy méltó legyen a megemlékezés. Orbán Marcell vagyok, és én vagyok az információs csatorna a Falkó csapata és a szurkolók között. Nálunk szurkolóknál a legizgalmasabb időszak általában a nyár vége, amikor ugyanis a Bajnokok Ligája sorsolása zajlik. Nálunk egy utazás az felér egy wellness hétvégével, hiszen 2-3 napra szól egy ilyen nemzetközi turné, soha nem egy napra utazunk. Ha közelebbi helyekre megyünk, autóval megyünk, egy 2-3 éjszakát töltünk a városba. Ha olyan helyekre megyünk, mint például most fogunk márciusban, ahol van a repjegyeink is megvannak Tenerife-re, ott akár egy hetet is eltöltünk, hiszen összeköztjük a kellemeset a hasznossal, szurkolunk a csapatunknak, de kivesszük mi is a jó időnek a lehetőségeit, és élvezzük a napsütést majd Tenerife-n. Az ilyen utak általában arról szólnak, hogy baráti társaságok, barátok, barátnőkkel utazunk. Ilyenkor nem csak a csapat meccsei vannak fókuszban, hanem felfedezzük a város nevezetességeit, megnézzük a legkultikusabb helyeket. Számomra a Falkó egy hivatás, hiszen annál nagyobb öröm nincs számomra, amikor idegenben több ezer kilométerre Szombathelytől is több százan jelennek meg a vendégszektorban, és citromsárgába boríthatjuk a vendégarénát is. Nekem a Falkó nagyon sokat jelent, 25 éve járok mérkőzésekre. Igazából ahova tehetem, elkísérem a csapatot külföld, belföld egyaránt. Most arra már családostól, gyerekek is 2 éves koruk óta járnak a mérkőzésekre velem.
Ez egy remek családi apás program elsősorban, de néha anya is jön velünk. Már előző nap szólok a gyerekeknek, hogy holnap ki akar meccsre jönni. Hát természetesen a válasz az általában mindig igen. Az ember egész nap rohan, hogy hazaérjek, felkapom a két gyárköt, és általában már jövünk is a mérkőzésre. Este nehéz is őket ilyenkor lefektetni, úgymond, mert nagyon túlpörögnek a mérkőzéseken. Legkedvesebb emlékünk az a, hát számomra az első bajnoki cím mindenféleképpen, amikor Körmenddel lettünk bajnokok. Az a nagy kérdés itt, mert ha nem, akkor lehet, hogy tényleg bajnokavatás lesz a negyedik mérkőzésen. Tetőtől tartunk sárgába, vagy esetleg sárga-feketében. Hullámzik a Falkó közönsége, lengenek az ászlók, a sálak. Döntők utolsó mérkőzései, utolsó pillanatai azok, amik örökre bevésődtek az embernek az emlékezetébe. Ezek felejthetetlen élmények voltak, és hát reméljük, hogy még lesz ilyen berészek, és nem csak nekem, hanem a gyerekeim is meg fogják ezeket a pillanatokat élni, amik hál' Isten nekünk megadatott. Kazdoska, Korszéki, ez az Csabi! A Falkó, amely ebben a pillanatban története során első ízben megnyeri a magyar nemzeti bajnokságot. A legnagyobb örömem az volt, mikor tavaly nagy meglepetésünkre Szolnokon vártuk meg a Szolnokot, úgyhogy ezzel lett bajnok a csapat. Reméljük, hogy ennek a jó sorozatnak, ahol most jelenleg Szombathelyen folyik, mind a magyarok beépítéséről, hogy minél több magyar játszik a csapatban, hogy ennyi szurkoló jár ki meccsekre, hogy ennyi nemzetközi mérkőzést láthatnak a nézők, reméljük, hogy ennek nem mostanában lesz vége. Az, hogy 3075 ember turka szakadtából üvöl ki, hajrá Falkó, ennél jobb érzés az embernek nem lehet.